110 évvel ezelőtt, 1905. február 19-én játszott egymás ellen a két gárda. Akkor még persze nem tudták, hogy micsoda fantasztikus sorozat veszik kezdetét. Akkor a Ferencváros 2-0 arányban győzött az Újpest ellen, még a régi Soroksári úti pályán, és aztán sok-sok fantasztikus mérkőzést játszottak a gárdák. Gera, Hajnal, ellövi, elcsavarja, elkerüli a labda a kaput, Balajca ott volt. Nagy nyomással kezd a Ferencváros, az Újpest alig-alig tud átjönni a saját tér felén. Hajnal, Varga, így lett jó Bödének, Böde el akart esni, lehet, hogy ott volt egy láb, csak ilyenkor az a baj, hogy annyira látványosan esnek el a játékosok, hogy ezt a kisfaltot sem hiszi el a játékvezető, ami volt. Nézzük csak, még nem itt van, hanem tény, hogy belerugott Böde lábába, de ő attól még tovább tudott volna menni. Igen, hát ezt ezért nem szeretik a játékvezetők. Andrics óriási cselt csinál, és Dibusz alá beszorul a labda. A meccs eddigi talán legnagyobb helyzete az Újpest. A legnagyobb helyzet az egész biztos, 21. perc, valahogy ott marad a labda, Szulics forgolódik, és ez komoly védelmi hiba volt, Andrics itt be tudta fűzni Nalepát, és Dibusz zsenialitására volt szükség ahhoz, hogy ebből ne legyen gól. Nagy Gábor, Égó, nagyon magasnak tűnik, Dibusz csak ötlözni merte joggal, mert ott állt két ember a labda alatt. És akkor könnyen kipördülhet. Ez remek átadás, Perovics, és megint Dibusz. Vajon miért erőből oldotta meg Perovics, miért nem emelte, mondom, utólagos okoskodással. Mindenesetre Dibusz óriási védett, és már ott a lehetőség a másik oldalon. Lamázban eltöri, és Balajca szedi össze. Böde be tudja csúsztatni fejjel, opá, rosszul találták el. Balajca a rövid saroknál, rosszul fejjel neki Litauszki, és ebből lett egy Lama lövés a rövid sarokra. Varga róla, szépen vett át a labdát, csak rossz lábán volt Varga! Jobban sem sikerült igazán, valójában akkor lett volna nagy helyzet, hogy ezt ballal bevállalja, de nem vállalta be. Böde! Éj, mekkorát védett Balajca Szabolcs! Elképesztő nagy védés volt. Megint Böde és Balajca lesznek a főszereplők, Hajnal szöglete, egy csúsztatás, éj, és Böde nagyon közelről. Böde mögé jött a labda, és nagyon nehéz volt azt onnan jól megfejelni, nem tudta már leszorítani. Lamához pattan a labda, Lama mehet, és Balajcában elakad a labda, és sikerül kivágni. Forró érkezett, vissza, óriásit mentett. Balajca is nagyot védett, de most nem volt szerencséje, mert tovább pördült a labda. De erejét vesztette, és odaért Forró. Itt van Balajca lábbal, beleér, ez nagy mentés, és Bödét meg tudta előzni Forró. Óriási helyzet. A második nagyon nagy helyzete a Ferencvárosnak a második félidőben. Itt van Böde, illetve Balajca, amit lábbal véd, az sem volt kis dolog. Meg az, hogy megérkezett Forró. 21 méter a kapu közepétől. Lama és Hajnal van a labda mögött. Hajnal, elment keresztben a labda. Hiszen valószínűleg Balajca volt a legnyugodtabb ember a stadionban, mert ő látta igazán, hogy mennyivel megy mellé. Ogyó érkezik Perovics helyére. De tovább Lama, megkerülte Négót. Lama még mindig, Négó csúszik be, Balajca beleüt, Hajnal érkezik, és vezet a Ferencváros, nem bírta tovább az Újpest. A sokadik nagy helyzet, Balajca az első veszélyt hárítani tudta, de Hajnal Tamás érkezik a másik oldalon, és itt már nem volt menekvés. Szép a csel. Ogyó, mit védett Dibusz! És még mindig ott van, nem volt gól. Néztem az alapvonali asszisztens, hogy mit int. Ez viszont nem les, mert Böde a saját tér feléről indul. Böde, Szulics rángatja, akkor ez piros. Eldőlt a meccs, valószínűleg. Óriási. Tehát Dibusz kiszedi a gólvonalról a labdát, és 30 másodpercre rá Szulics kiállítatja magát. Böde tudta, hogy ha engem ott rángatnak, akkor nyugodtan eleshetek, piros lesz. Hiszen abszolút gólhelyzet volt. Ogyó pedig
nem tudta megszerezni az első gólját. Nagyon fontos fél perc a meccsen. Ojo nem volt lesen, óriási a fejes, és nézzük, Dibusz honnan szedi ki, és még lábbal kit kapparta, hát nyilván oda, nézzük csak. Az nem volt bent teljes terjedelmével, egészen biztos. Túl kell lennie az alapvonalon, és itt a másik, hát hol fogja a kezét, persze. Böde már persze jóval később dobta el magát, de hát sajnos így lemaradt róluk, az ott egyértelmű volt, hogy Szújics fogta, már önmagában azért ki kellett állítani, teljesen mindegy, hogy Böde elesett vagy nem. Jobban járt volna az Újpest, hogyha Szújics elengedi Bödét. Egyrészt hát, ha nézzük Vargát, gól! Hát így aztán végképp minden eldőlt. 71. perc, Varga Roland, aki korábban 3 hónapig még Újpesten is játszott, bár a elmondása szerint nincs semmilyen kötődése a csapathoz. Szabadrugásból óriási gólt lő, és ezzel eldől a meccs. Balog az lövő helyzet, Balog, és Dibusznak kell még egyet védenie. Ez nem volt akkora bravúr, mert nem volt igazán jól helyezett Balog lövése. És ebben a pillanatban véget ér a 214. örökrangadó. A Ferencváros 97. alkalommal tudja legyőzni az Újpestet.